tehát egy regionális katonazenekari fesztivál előkelő helyet foglal el. Ezt különösen alátámasztja az, hogy tulajdonképpen fesztivál szezon nyitással vagyunk. Tavaly évben hagyományőrző jelleggel lett bevezetve a budapesti Honvédelem napi fesztivál, de a vidéki, tehát a regionális katonazenekarok sorában mindig mi nyitjuk a szezont, tehát a tavalyiak nyitják a szezont, és ez minden zenekarnak az első jelentősebb kivonulását, illetve szakalati bemutatását jelenti. A katonazenész mindig a frontvonalban, de nem az a klasszikus frontvonalban, hanem a civil társadalom frontvonalában. Mi vagyunk az elsők, akik ki tud küldeni egy laktanyaparancsnok, mi vagyunk azok, akik leghamarabb tudnak kapcsolatot létesíteni a civil társadalommal, fiatalokkal, idősebbekkel. A hagyományápolással mi vagyunk az elsők. A katonazenekari fesztivál nagyon jó volt, és egy nagyon különleges élmény volt. Barátom hívott meg az eseményre, közelben lakom, és nagyon érdekes volt látni, ahogy készülöttek a zenekari tagok. Itt a város lakossága együtt él már nagyon régóta a katonákkal, és nagy megbecsülésnek örvendeznek a katonák. Én azt megfigyeltem a zenekarokat illetően, hogy ezek a zenészek, ezek rendkívül képzett zenészek, bármelyik zenekarban megállták volna helyüket.